Norti megint, Norti 3. Norti 4. És meg 5! Ész, gyönyörű, gyönyörű. Ugyan. Mindjárt ösztűz alá kerülhet, pontosan így van. SLT várta őket. Kitalálod, és belevágsz, és végigcsinálod, akár online is. Ez kell a kiváló teljesítményhez. A Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság támogatója a KNH. Dönts okosan, KNH, az innovatív bank és biztosító. Vásárolj most Xbox Game Pass Ultimate tagságot a konzolvilágnál. Játsz több mint 100 játékkal, és fedezd fel a következő kedvencedet. Just feel the beat.
Lépést tartunk életritmusával. Az NKM-ből MVM lett. Vállalataink szakértelmének összehangolásával most még jobb szolgáltatásokat nyújtunk. MVM. Otthonunk energiája. Üdvözlünk mindenkit itt az Esport egy TV-n, folytatódik a KNTH-MNEP harmadik évada, megérkeztünk a 8. fordulójával a Valorant versenyünknek, és ezen a szerdai estén, hát egy hatalmas hírrel kezdjük majd mindjárt más adásunkat, de mielőtt elég belecsapnánk, üdvözölöm itt kommentátorjainkat, Speedit, illetve Matthew-t. Üdv, srácok, sziasztok! Szerbusztok! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A nagy hír az nem más, mint, miközben itt egy háttérzet próbálok kicsit ignorálni, ne arra gondoljatok, kicsit duplán hallok egy háttérzet, ami kicsit megzavart, de a nagy hír az nem más, mint, hogy hát mindenki arra ébredt föl, hogy gyakorlatilag lesz ma 4 PO1-es mérkőzésünk, ezen a szép 8. fordulón elkezdjük a visszavágókat, egy nagyon izgalmas sztorikkal kezdtünk úgymond az ébredést, és 13 órakor történt egy bejelentés, a Heat Gaming streamelt, illetve a Hunes hozta igazából a versenyszervező a döntést meg, a Heat nem tudott volna ma este kiállni a Team Horizon Reapers csapata ellen, azzal a felállásával, amivel nevezték magukat, illetve a cserejátékosokkal se, és emiatt, hogy harmadjára se tudtak volna kiállni, a harmadik alkalom miatt végül a versenyzők kizárták őket a versenyzésről, tehát továbbiakban nem lesz Heat Gaming itt a képernyőn, a KNTH MNEP Valorant ligán, természetesen bármilyen másik eseményen láthatjuk majd még őket, és remélhetőleg meg tudják erősíteni magukat, és vissza tudnak térni hősként. Most nem úgy távoztak sajnos, ahogy talán azt tőlük vártuk volna, tabella élolvasanként számítottunk rájuk, most harmadik helyen voltak talán a napi este folyamán, és hát így akkor lekerülnek az utolsó helyre. Erre senki nem számított, nem ez ilyen mennydörgésszerű villámlás, nem? Matthew, átadom a szót, mert látom, hogy pont bele akartál kezdeni. Ja, nem csak levegőt öttem, de kezdve nyugodtan kezd el, hogyha... Hát
mennyire váratlan, nem váratlan. Én azért arra nem számítottam valóban, hogy teljesen ki fogják magukat vonni ebből a ligából. Azért minden mellék probléma mellett is nagyon könnyedén top 3-ba végezhettek volna. Szerintem itt nem volt reális oka annak, hogy egyébként ilyen drasztikus irányba vegyék az utat. Nem tudok azonosulni ezzel a döntéshozással, amivel most a Heat élt. Ezzel szemben viszont ez egy reménysugár lehet egy olyan csapatnak, akit viszont valószínűleg nem vártunk volna a továbbítók között. Tehát így lehet azt mondani, hogy így a sereghajtók lettek egy kicsit most jobban feltüzelve ezáltal. Igen, így ezzel a kizárással, így ugye most 7 csapat maradt az alapszakaszban, ezzel egy fokkal, hát szokták mondani, hogyha egy csapat kizárásra kerül, akkor az igazából valamilyen szinten egy előny az ellenfeleknek is, de nekem igazából az a felfogásom, hogy az a legjobb, hogyha minden mérkőzés a pályán dől el. Én őszintén sajnálom, hogy így alakul, de hát mélyebben nem nagyon mennék bele magam részéről. A Heat oldalás ott a kommunikáció, hogy ők kiálltak volna a mérkőzéseken, az összesen, egy másik felállással, de hát ilyen alapon igazából bárki cserégetne bárhogyan, és nagyon fontos, hogy a Hunes zárta végül őket a versenybe, hiszen harmadjára fordult az elő, hogy még enyhített szabályok ellenére is, mert azért itt az elmúlt hetekben 3-szor módosítottunk az alapszabályokon, vagy módosítottak a szervezők az alapszabályokon, nem csak a Heat miatt, hanem így gyakorlatilag az teljes verseny, illetve versenyzők, illetve a menedzsmenttel, az adminok egyeztetve a szabályokon, de a szabályozások ellenére sikerült megfelelő ellúval, azaz line-uppal úgymond kiállni a Heat Gamingnek. Bárkod például nyaral ezt így matudtam például meg egy információs oldalról, tehát hogy Bárkodot is tudták volna játszatni, azért így nehéz ilyenkor úgymond tényleg 5 játékost összetenni, hogy a cserejátékosokkal együtt se sikerül az 5 főt összetenni. No, hát akkor a kötelező kommunikációnk úgymond megvolt mára, ez egy nagyon fontos bejelentés, mert igazából itt minden dőlt, minden papírforma, hogy te is azt mondtad, illetve a menetrendünk is igazából kicsit megborult, egy órával hamarabb érkeztünk volna, de tehát egy órával később jövünk, viszont cserébe remélhetőleg izgalmas mérkőzésünk lesznek, azért is van 3 B1-ünk, 2-szer lép például pályára a Békés Csaba Esport Egyesület, úgyhogy be is úszik balról itt a menetrendünk, egyből egy BL meccsel kezdünk, a Level Up eSports ellen, majd jön a Wild Multigaming Plague meccs, és aztán BL-vel zárjuk a napot, a Honvédán lesz egy ilyen keretes szerkezetünk, ez mára a menetrendünk. Látszok, azért itt egész jó mérkőzések, meccsapok alakultak ki. Ugye a tegnapi nap azért a Level Up eSports 10-2 és azért majd mégis 13-11 lett a meccsnek a vége. Nem tudom jelenleg melyik a legjobb mérkőzés, tehát jelenleg nem tudnék választani a 3 közül. Volt az egyébként 10-1 is Level Up-nak, igaz, hogy ott az első fél idő utolsó körét még a Team Plague meg tudta nyerni, és azzal együtt Zsinórban 10 kört győztesen abszolválva, hogy vezettek is 11-10-re. Ott igazából, még miután véget ért a közvetítés, még egy kis ideig próbáltam idézőlesen felfogni, hogy mi történt azon a mérkőzésen, hát nem minden nap lát az ember egy ilyen nagy különbségű visszatérést. Abszolút, és nem is véletlen, hogy a gyakorlatilag a stábtagok, nem csak mi kommentátorok, mi hárman döntenénk, hogy melyik a nap legjobb mérkőzése, azért az vicces lenne, lehet, hogy nem is tudnánk dönteni igazából egyértelműen, hiszen egy valaki mellett mindig ellent mondani, és akkor nem örülne, ezért így természetesen kicsit többen döntenek erről, de a nap meccs a mai nap folyamán a Békés Csabai Esport Egyesület versus Level Up eSports meccs lesz, tehát azzal már, hogy tegnap egy akkora küzdelem volt a Level Up meccsen, majd ma is ez a mérkőzés. Tehát, hogy egyben ezzel fogunk startolni, tehát a nap meccsével, látjuk is itt a grafikákat, illetve a felállásokat, ami azért értelemszerűen el lesz még párszor itt hangsúlyozva a 15 perces felvezető műsorunkban. Nagyon fontos megemlíteni, ez a bajnokság, illetve ez a liga nem jöhetett volna létre a szponzorainkat, a támogatóink nélkül. A KNTH Magyar Nemzeti Esport Bajnokság hivatalos névadó szponzora a KNTH, a versenykírója a Hunes, az online versenyek lebonyolítója az Esport 1, hivatalos gaming és esport üzlethálózatunk a Konzolvilág. További támogatóink az MVM Next, a Nissin, az Esport Milla és a Trendency. A verseny szponzora a felsoratokon kívül még az LG, és média partnereink az Esport 1, illetve a PC Guru. Köszönjük még egyszer támogatóinak, ahogy mondtam, nélkülük ez a verseny nem jöhetne létre, és azért mégiscsak ez Magyarország legnagyobb ligarendszerű bajnoksága, és a végén győztes fogunk avatni. Azért itt nézzük is, hol tartunk. Itt még a zárt kvalifikációknál kezdtünk, de már javában az alapszakasz közepén járunk, sőt elhagytuk a felét, talán lehet így fogalmazni, főleg így a mai nagy hír
bejelentése került, gyakorlatilag még kevesebb mérkőzésünk is lesz, hiszen a Heat Gaming kiszállt, úgyhogy így már gyakorlatilag a 8. fordulónál járunk jelenleg, de minden forduló így egyel rövidebb lesz egy mérkőzéssel mármint. Erre van egy nagyon jó kis grafikánk, ugye a rájátszás után jön majd, akkor mondani, a alapszakasz után jön majd a rájátszás, hogy a legjobb 4 jut ide be, itt is van, és utána lesz majd a nagy döntő, ami szeptember közepére várható, és akkor pedig majd győztest fogunk avatni. Speedy, és miért megy itt a küzdelem? Jogosan kérdezett. Hát 2 millió forintos összdíjazás, így is van, itt vannak az összegek, a tét, 2 millió 10.000 forint, ha összesen akarom ezt összeadni, van itt minden mérkőzésed plusz 10.000 forintos bónusz a győzteseknek, illetve akik már ide bejutottak az alapszakaszba, leve 100.000 forintról indulnak, úgyhogy mindenképpen ez is az eléggé fontos. Illetve hát ugye az ezzel járó dicsőség majd a legvégén a győztesnek, ami jár még hozzá. Uh-huh. Tegyük el egyébként, hogy így a nevük kerül a magyar skinnek a tetejére. Hogyha eddig esetleg valakit nem ismertek volna annyira, esetleg a nézők, akkor meg tudják mutatni magukat azok az emberek is, akik mondjuk kevésbé népszerű vagy populáris csapatban játszanak, vagy mondjuk nem streamek saját maguknak a játékaikat. Szerintem azért itt biztos, hogy lesz majd a végére kifejlődően egy-két gyöngyszem játékos, akire egyébként nem biztos, hogy számítottunk, hogy meg ki fog tűnt elején. Eleve már szerintem azt, hogy a Wild Mudding ennyire leveri most ezt a mezőnt, egy hatalmas meglepetés, talán pont inkább a Heat Gaming javáról számítottunk volna erre, aztán nézd meg itt a WCT kvalifikáció óta a Wild szárnyal, tehát így szép látni, hétre hétre meg tudnak minket lepni. Nagyon fontos még a nézőknek egy kis információ, van egy heti nyereményjátékunk, hogy már tennap elkezdtünk, ez a Red Dragon Solara Pro-ért folytatott küzdelem, úgymond mindenki beíratja a felkiáltó a Red Dragon parancsot, egyszer értem, szóval hiába spamelitek, hiába van egy másik nap, ezt egyszer lehet megtenni, és adás végén húztunk már tegnap is úgymond egy kalapot a Noble Chess nyereményjátékba, illetve a Red Dragon Solara Pro-t pedig ma este fogjuk kisorsolni, úgyhogy mindenképpen éljetek ezzel a lehetőséggel, egy jó kis manikus billentyűzetet lehet nyerni a heti nyereményjátékainkon, de a felkiáltó nyereményjáték parancsot használ, pedig erről bővebb információkat tudtok. Hogy te is mondtad azért, Spirit, nem csak dicsőség, de azt, hogy te lehetsz a Kánt, hanem az e-sport bajnokság első valóban bajnoka, azért ez mindenképpen egy fontos titulus szerintem, ezt még hozzátenném. No, hát akkor ugorjunk is bele szerintem, Matthew, az első mérkőzés kapásból a nap meccse, BE kontra Level Up eSport. Nézzük is meg a Level Up eSports felállását szerintem, és tennap mondtad, hogy nagyon jól élvezted azt a meccset, egy nagyon fontos meccs volt, úgyhogy vezess minket, kérlek. Hát igen, itt vett itt is van a Level Up-nak a felállása. Norti Dániel tegnapi interjú után megkért, hogy ejtsük inkább így a nevét. Tehát Norti Dániel, Krisz, Zaraki, illetve Balázs, a cserepadon pedig majd Patesz fogja figyelni, hogy éppen társai mire lesznek képesek itt a BL-en ezen a mérkőzésen. Vessünk is egy pillantást az ellenfélnek a felállására. Békés Csabai eSport Egyesület színeiben Jeep Kello, Wilson Fire, Seed, illetve Short Monkey, cserepadon Big Dragon, illetve edzőként Duktoren. Igazából az egyik csapat győzelemmel, a másik vereséggel hangolt erre a mai napra, úgyhogy ezért is leszek kíváncsi, főleg, hogy nekem egy picit váratlanabb, mert nem azt mondom, hogy nem megérdemel, teljes mindenki megérdemel, de egy picit váratlanabb volt a Level Up győzelem a Team Play ellen. Mert gyakorlatilag egyedül Speedy, bocsánat, nem Speedy, Leszky szom mondott igazat, tehát gyakorlatilag egyedül Leszky vállalta a Level Up logót, és tudjuk jól, hogy Leszky szeret ezekkel a, hogy is mondjam, kacskaringos utakon járni, tehát ő mindig van, hogy a többségnek ellenmond, és most ő nevetett a végén, de valakinek nevetni kell, egyedül mondott Level Up győzelmet, de fontos még kihangsúlyozom, hogy Cupix is nagyon közel állt a valósághoz, ő egy X-et mondott tehát a tennapi esti mérkőzése, és majdnem X lett, tehát ott tényleg benne volt, hogy 12-12 lesz, de valóban, tehát egyedül Leszky mondta azt, hogy Level Up győzelm lesz, mindenki más plék vonaton ült, úgyhogy nem csak te voltál rossz helyen, Matthew, majdnem mindenki, ha valóságot nézzük. De tennap a BL leszerepelt picit talán, bár az ellenfél volt túl erős, ugye 5 kört hoztak mindössze a Wild Multi Gaming ellen, Speedy, lehet ma több esélyük, azért mégiscsak talán picikét gyengébb az ellenfél a Wildhoz hasonlítva, kicsit talán fejfélmet vannak a csapatok, milyen meccsre számít a szorosra? Én mindenképp szorosra, mert szerintem a tabellából is lejön egyébként, hogy két csapat konkrétan majdnem, hogy karöltve hatoltak végig előre a meccseken és a meccsapokon keresztül, most is majdnem, hogy pont egyenlőség van köztük. Szerintem egy kiegyenlített mérkőzés lesz, az én szemem kicsit még így is a BL felé húz. Már csak azért is, mert
talán ott láttam azt a játékosokban, hogy egyénileg is nagyon szép teljesítményeket tudnak, és nagyon szép akciókat tudnak végrehajtani, és képesek megtörni azokat a váratlan köröket, amik a győzelemre segíthetik őket majd. És nézzük is rá a tabellára, amit most említettél. Gyakorlatilag van egy frissített verziónk a tennapi naphoz képest. Mondtam, hogy tennapnál is nagyon tegyel még senki véglegesnek ezt a tabellát, csak csináljunk egy screenshotot, hogy ez volt a tennapi napnak a vége. Hát a mai nap egy teljesen más táblázat fogad minket, szinte mindenki, sőt, mindenki egy helyen előrébb lépett a harmadik helytől számítva, hiszen a hét a tábla legaljára került. Már oda is lett téve gyakorlatilag az, hogy 14 meccsből 14 vereség és ugye 0 pont a kizárás miatt. És így gyakorlatilag mindenki másnak a pontszámai módosultak. Itt majd látjuk a Wild, mint hogy megtartotta az elsőjét 22 ponttal, és a Team Horizon Reapers pedig a második jelenleg 19-el, tehát akkor ma is lesz egy olyan napunk, ahol a Team Horizon Reapers nem játszik, tennap se léptek pályára, ma se lépnek pályára, tehát meg lehet közelíteni úgymond őket, de majd így a jövő héten például ők is többször lépnek pályára. A Level Up eSports, illetve a BL 5. illetve 4. helyen tanyázik úgymond jelenleg egy pont különbséggel, és ugye a BL ma duplázik, tehát akár, hogyha mind a két meccset behúzzák, Speedy 6 pontra tehetnek szert, az jelenleg a második helyen holt versenybe kerülést jelentené, úgyhogy nagyon fontos neki ez a két meccs. Szerintem itt egyébként mind a kettő csapatnál már, hogy még csak ennél a meccsen ragadunk, az is nagyon-nagyon fontos, mert a Level Up elveheti a békésdobójaktól a negyedik pozíciót, hogyha második mérkőzés nem jön össze. Igen, ahogy te is tudod, itt a BL számára mind a kettő összecsapás most igazán fontos lesz, és akár egyébként feltörhetnének a dobogóra is a nap végén. Mondjuk az néhány csillagnak itt együtt kell állni, ahogy egyébként ez a következő körben is ugyanígy maradjon, amikor majd játszanak, de meglátjuk, hogy mi lesz a vége, de tényleg nagyon szorossá vált így egyébként a második hely utáni sorrend. És van lett a Zero to Hero Academy első győzelme, igaz, egy feladás miatt, de reméljük, hogy majd ők is végül tudnak győzni, mert tényleg nagyon sem őket, mert az első mindig ott voltak, tehát nagyon sok a meccset adtam, ahol 6-6-tal forultak, hogy még talán náluk is az előnyös, aztán a második fél évvel lemostak őt a pályáról, úgyhogy én tényleg sajnálom, hogy jelen még ott a tábla legaljában, biztos, hogy jobbat érdemeltek volna meg szerintem, úgyhogy reméljük majd, hogy ők is a jövő héten így visszatérnek megújultam. 3 perc van körülbelül a kezdésig, az első mérkőzésünkkel, és mivel ugye rövidített napunk van ismét, tehát mondjuk 3 meccs, talán ez mostantól majd a megszokott már, minden meccs után lesz ma is interjúm, csak úgy, mint tegnap, lehet ugyanazokkal a személyekkel, hiszen ha legalább győznetek az első meccsen, majd a Wild a másodikon, akkor megkapnánk szintén ugyanazokat, mint tegnap, de megpróbálunk újakat kérdezni majd mindenképpen, és én nekörülök, hogy azért kicsit interaktív az adás, és akár nézői kérdést is be tudunk olvasni a játékosoknak, ez mindenképpen fontos lesz. Szerintem kezdjünk is bele a mappamba, nézzük meg, hogy hol lesz az első mérkőzésünk. Kicsit lejjebb is kerülünk kicsibe, jönnek a főszereplők a pályák. Hó, Speedy, egy kis meglepetés, nem? Hát szinte még amióta most én itt közvetítek ezen az emberben, egyik mérkőzésen se volt, amit én adtam, de lehet, hogy most csalálj egy kicsit az emlékezetet, de szerintem egyiken se volt még, úgyhogy kíváncsi sem várom, hogy most az a két csapat mit fog nekünk majd itt produkálni. Priest, Matthew, te minden nap Priestnál játszol, nem? Tehát az ennyire az nem lett meg téged. Hát azért annyit ahhoz a csatlakoznék Speedyhez, hogy Breeze-re nem is emlékszem így hirtelen. De nekem is most lesz talán így az első mérkőzésem ebben a szezonban, ezen a pályán. Hát kíváncsian várom, mit fognak hozni így a csapatok. Egy bárkódéc már volt rajta, segítek egy mérkőzést, már én láttam például ezen a pályán, és akkor a KNTM-nep során, de a legújabb pálya, ami bekült a versenypályák közé, ezért természetesen még sokan tartózkodnak a tülezi BU1-ben, látjuk, hogy 5 tiltási lehetőség van, ugye 3-at vétózott ebben a vétóban a BL, 2-t pedig a Level Up eSports, tehát ezért így az 5-ben általában mindig benne szokott lenni ez a pálya, de most a két csapat úgy döntött, hogy legyen 50-50, úgymond, és menjenek egy olyan pályára, ahol talán senki nincs a kezdeti előny. Nekem ez tetszik, hogy elviszik-e egy új színre, úgymond ezt az egészet. Úgyhogy így még talán pikánsabb lett ez a mérkőzés. Igazából azt kell mondjam, hogy nem is tudom, mire számít csak ettől két csapattól most ezen a pályán. Kicsit meg is vagyok szeppenve egyébként, de ezzel szemben viszont izgatottan várom, és egyébként
én nagyon örülök, hogy nem mindig ugyanazokat a pályákat látjuk megforgatva a csapatok között. Mindig jó egy kis vérfrissítés, mindig jó egy kis újdonság a csapatok részéről. Tehát, hogy például az a csapatot nem csak ugyanaz a pályán látjuk mindig játszani, hanem meg tudják mutatni más arcokat is más struktúrái pályákon. Úgyhogy tényleg most már igazából csak beugranék az Observer szemszögébe, és megnézném, hogy hova lyukat ki az a mérkőzés. Nem is ilyen sokat várunk ehhez, elég más tartaltunk is. Hát ne felejtsük ki, ez nem a 8. fordulós mérkőzés, igaz, ma azt kezdtük meg, de ez a 6. fordulóból lett elhalasztva ez a mérkőzés, tehát ez még nem egy visszavágó, ez még az odavágó idézőjelben, tehát a csapatok először találkoznak egymással, majd lesz még egy BE Level Up eSports mérkőzés a további hetek folyamán, úgyhogy srácok, szerintem ne is húzzuk az időt tovább, lesz még itt bőven valamint action, és még találkozunk a meccsek között, úgyhogy szerintem élvezetek ezt a nyitó mérkőzést, amit nem lesz más, mint a Békés Egyesület versus Level Up eSports match, Prizé a pálya. Már láttuk, úgyhogy ugorjunk is be, srácok, a szó a tiétek. Na hát, Matthew, mit vársz te ettől a mérkőzéstől? Mesélj nekem. Én a tippemet, így, hogy ki fogja megnyerni ezt a mérkőzést, mert hogyha és így hangosan kimondom, akkor így a BR-re tettem, viszont a Level Up amennyiben meg tudja őrizni úgy azt a teljesítményét, amit tegnap láthatunk a Team League ellen, leszámítva azt a szakaszt, amikor zsinórban 10 kört nyertelenük a Team League, hogyha azt a támadójátékot tudják itt is nyújtani, akkor lehet esélyük az ellen a BR ellen, amely bár elképzelésben, meg még olykor-olykor kivitelezésben is egészen jó teljesítményt nyújtott tegnap a Wide ellen. Ott Huszárik egész egyszerűen olyan reakcióval tudták ezt ellensúlyozni, hogy te szinte tehetetlennek is voltak vele. Vagy a VL játékával, úgy értem. De mire számítasz? Szerintem itt ezen most nagyon sok fog múlni azon, hogy melyik csapat fog struktúráltabban játszani a pályán, és szerintem most kevésbé fog múlni az egyéni nagy megmozdulásokon. Szerintem itt nagyon fontos ez, hogy védekező oldalon mennyire tudnak a csapatok stabilan játszani, mert hogyha egy védekező oldalon a csapat közt nem megfelel a kohézió, és egyébként nem tudnak olyan jól átrotálni a lerakók között, nincsenek meg letartva azok a pozíciók, amivel a pályának az egyes szegleteit biztosra meg tudják tartani és lefedezni a másikat, akkor itt nagyon könnyen át lehet hatolni a védelmi pajzson. Úgyhogy tekintve, hogy nehéz belőni, mivel nem nagyon volt még ezen a pályán mérkőzés itt a szezon alatt, pláne a két csapattól, hogy mire is számíthatunk tőlük, de szerintem itt egyébként a védekező oldalnak a teljesítményen fog eldőlni, hogy melyikük lesz a végső győztes. Egyébként miért elkezdődik a mérkőzés, egy gyors érdekes, és Spraynek zseniális volt a memóriája, ott a barcode észre kapcsolatosan, ugyanis ez a második mérkőzés az alapszakaszban, amikor ezen a pályán vagyunk, az a Zero to Hero Heat mérkőzés zajlott ugyanitt. Kezdődött is ötte a mérkőzés, Balázs szerzi meg az entry-flaget rögtön az első körben Jeep-bel szemben. Ha, azon fájom, meg itt van lerakó mögött. Úgy tudjuk, hogy vissza fogják forgatni ezt a másik lerakó irányába Level Up játékosai. Mind az öt ember elindult. Szerintem, hogy itt a timing mennyire sokat számíthat most, de szerintem számít egyelőre arra, hogy innen is érkezhetek, de teljesen körbe mennek kezdő irányából, négyen robognak előre a Spike alá átukon. Még a Cypher bent van B-lerakón, de már a Jet is rotál át, Kelónak lesz a főszerep, itt meg is van az első flex, Sight tud segíteni, de ki is bezúvan egyből a fejes otthon a második, Jézusom, micsoda folytatás ez. Keló még mindig életben, mind a két védekező játékos túlott, de most már a társak is jöhetnek segítségükre. Elhullik a segítség közép fel, majd Zaraki, Jézusom, milyen dupla, beugrással tudta kifejelni ellenfelét. És így nekerült a Spike, fordult egy kicsit kocka, de Shortmanki most megint saját oldalukra fordítja a mérleget, majd pedig Wilson Fire a Spike lerakását követően azonnal végez ellenfelével, úgyhogy végül is BL jön ki az első körből győztesen. A lehetőségekhez mérten szerintem már az is csoda volt az első néhány frag után, hogy itt a Spike egyáltalán lekerülhetett. Elég még amúgy az első
Fregett, jól hiszem, level up játékos szerezte, csak utána itt ez a fordítás ellen, 4v2-ben volt a B, ott hárman egészen kevés életerővel rendelkeztek, és ezt úgy nézett ki, még ki is tudják használni, kettő gyors frag, aztán még mehetett is a plant. De zseniális volt utána, hogy megfordították maguk javára a helyzetet. Emlékszem, az életben maradt két játékos, egyik Jett, az biztos. Egy 1-0 ezzel a B-nek. Mitelten A irányába veszik a támadást a kör elején, de egyelőre még kétséges, hogy mert fogtuk ki, hogy a Saitól az a találat nem lett meg, hát a szemem csalt, mint hogyha telibe meg lett volna, Daniel pedig mint hogyha kajával játszott volna, ide-oda váltogatta az oldalakat, és végül meg is nyert ezt a párbajt, megszerezve ezzel az ember előnyt. Wilson Fire próbál most meg itt visszaszerezni egy kis területet, és letisztázni, hogy itt minden rendben. Látható, hogy a Cypherre karöltve a térképen leolvasható, hogy próbálják az összes szegletet lecsekkolni, mielőtt még biztosra vennének. Támadás eléggé be fog érkezni, most már rálerakóra lekerülhet a Spike, ezt mindenképp most már kell a érkező csapatnak túl sok időt töltöttek el azzal, hogy tisztázzák a pozíciókat, és elindult a Riték, Shortman ki pedig behúz az első freget. Vipernak sincsen túlságosan sok életereje, level up részéről, és végül el is esik Wilson Fire-től, de ott van rögtön a válasz Daniel, vagy Daniel, 3v3, sőt Balázs újabb frag, Shortman ki, rögtön 3, és végül Kello fejezi be. 2-0 a B-nek ezzel már. Kicsit olyan érzésem van ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, hogy egyik pillanatról a másikra is tud hirtelen fordulni. Igaz, hogy még csak kettő kör telt el, egyik pillanatról a másikra tud fordulni, hogy éppen mely csapat van éppen előnyben. Ez egy, szerintem egy jó alaphangulatot ad meg ez az összecsapáshoz. A teljes mértékben egyetértek. Már az, hogy egyébként folyamatosan lekerült a Spike, az egy nagyon nagy morálbusz szerintem a támadó csapatnak. Nyilván egy ponton már inkább idegesítő is lehet, hogy mindig lekerül a Spike, de hát srácok, hogy nem bírjuk ezt az afterburn szituációt megtartani. De ettől függetlenül már az is jó, hogy emiatt viszonylag kis túlzásra folyamatosan tudnak vásárolni. Nyomás alatt tartva az ellenfelet, egyszer csak beérik az a gyümölcs. Fegyveres körben egy jóval lassabb kezdéssel próbálkoztak, viszont védekező oldalról jött az offenzíva, és ezt nagyon vissza is kapták, hiszen mindenkit játékos elhullott, Zaraki pedig megérkezik középről, oldalba lőve egy ellenfelé, teljesen üresít most már a Zaraku 3-et, és elhullott, Saito jó a találat. Ez most egyelőre már nem elég a killhez. Egészen jó esélye van most már a level up-nak, hogy nem csak hogy letegyék, ez le is tették most a Spike-ot, hanem az úgyis maradjon. Mert ott még próbálkozik az életben maradt két játékos seed. De pont az emlegetett esetben ez akár egy flawless kör is lehet, bár kell azó lesz, hogy ezen változtasson. Ott is van az első. De szemben. Hát, nem sok esélye van, nem is sikerül végül Zaraki valaki három freggel fejezi be ezt a kört. Azért még megpróbált egy-két fegyvert elhozni a level up-tól. Akiknek így megvan az első nyert körük. És igen, nem is kell olyan sokat várni, egyébként beérjön az a gyümölcs, konkrétan csak ki kellett mondani. Bár itt most azt mondom, hogy egy kicsit a békés tövények adták oda, ezzel az offenzívával, kicsit talán túl magabiztos volt. Elég hamar is tolták ki szerintem ezt az állarakót, tehát nem is volt információk más helyéről a pályának, hogy esetleg ott próbálkoznak területet szerezni a leveleposok. Baj legyen, megpróbáltak, ez most nem jött össze, az előny így is náluk van még. Csetepaté alakul itt ki. Két játékos között, de egyikük sem próbálja túltolni a pozícióját, mind a ketten inkább, mint hogyha túlérésre játszottak volna, hogy elbukják az alapvető pozíciót és letartást. Az offenzió úgy tűnik, hogy most Béler akkor fog majd érkezni. Itt támadok Killjoy ultival egyetemben. Néz ki. Kivárunk, és level up. Talán, mint hogyha most indítanák meg az offenzívet, Kello próbálja letartani, de csak egy trade van belőle. Még lényeg. Így ez elég gyorsan véget is kérni, ha csak itt Danielt elkapták volna, de jó a válasz, ez így még teljesen menthető. Jézusom, kamikáze ugrások lerakó mögül, Shortman ki pedig egy nagyon szép fejesen folytatja mindezt, 2-2-re redukálva
korábbi ember hátrányt. Teljesen hozhatóvá vált ez a riték szituáció, de Zarakinek nagyon-nagyon jó pozíciója van, ebből legalább egy fregetbe kell gyűjteni. Meg is az első, tovább lép, második kicsit nehézkesen érkezik, de végül az is megvan. 6 HP-val túléli a kört, 2-2-re kiegyenlít a level up, és oly betűnik, hogy a BL-nek most kell alkalmaznia. Hát mondjuk az egy elég szűk hajszál volt, tehát nem is említ, 6 HP-ja volt, 6 életereje maradt ott az a játékosnak, aki ott a két fregett még a végével tudta gyűjteni. Hát az valóban kiegyenlít a level up, nemhogy ugye húzzon a B. Pont azt mondtam még 2-0-nál, hogy minden adott ahhoz, hogy egy igen szoros mérkőzést láthassuk itt a két csapat között, hát ez szerintem most tovább emelkedett ez a szorosság, ez a kiegyenlítettség. Már csak azért is, mert ugye most a 2-2-vel lesz. Most úgy néz ki, a B-t adja a level up, és talán az át ászájtot próbálja meg. Felfelé orientálódnak ott. Na, egy Killjoy még ott középen figyel, de ő is már követi a társakat. Most nagyon jól olvassa a B-je. Nézd oda, már tömörülnek is ott közép környékén. Egyre közelednek mindannyian állarakó felé, ami egyelőre úgy tűnik, hogy hát végbe is fog menni. Nem látom azt magam mellett, hogy ebből visszafordulnak, mert most már lesz tartanak visszafele, beindul az offenzíva mindenhol. Utility, Viper, falak, gyors fregváltás. 2-1-es arányban, a level up jött ki jobban, lekerül a spike. 3v4-be kellene ritékelni Jibnél. Most már előkerült egy fegyver is, amit fel tudott venni elesett ellenfelétől, és úgy tűnik ezt mindenki meg fogják próbálni. Meg is az első frag, be lehet erre indulni. Jó a válasz Jeep-től, összességében bár a harmadik fregét gyűjti be a körben. 2v2 megint Kelu elhullik a Sheriff-fel, és majd pedig Chris fejezi be a kört. Átveszi ezáltal a vezetést a level up, de annak ellenére, hogy egyébként ez egy Echo kör volt, mégis nem vagyok részéről, szerintem egy kiváló körnek mondható. Így van, nem is három fraget el tudtak hozni. Úgyhogy ez kicsit megnehezítették a level up-nak a dolgát, akik bár igazából megnyerték a kört, meg elnézve a bankjukat, hogyha itt most esetleg vereséget szenvednek és kiegyenlíti a körök arányát a B, akkor sem lesznek túlságosan rossz pénzügyi helyzetben. B-nek viszont most már kell a győzelem. Teszem hozzá, nem akartak egyébként rosszul csinálni, jól olvasták ott védekezőként, hogy te is mondtad a level up-nak a szándékait, de kivitelezés, az most a támadó oldalról jobb volt. Igen, és nekem nagyon tetszik az a szervezettség most a level up részéről, hogy ha megfigyeld minden kör elején, alapvetően ugye letartásra kezdenek, de szépen fel van osztva, valaki egy kicsit passzívan messziről nézi, hogy az egyik lerakót kitolják a védekezők, miközben egyébként Jib tölte meg itt a csendet, és a B támadás, úgyhogy be is robbanni majd. Nézzük, hol van a Jet. Mégis csak részéről, Said közeledik az ellenfelé mögé. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem tartja ezt senki a térképet, olvasom, most már elkezdtek visszafele kacsingatni. Hú, de sok múlhat itt majd az időzítésen, te jó ég. Amit nem teljesen értek, Saidnak ekkora területe van, és még mindig nincs egy játékos sem, aki átforogna esetleg közép felé. Tovább is ketten van a Kálerakon, de a támadás beindul, a Jet már beugrott B-re, Balázsra meg kijön az ulti. Chris sikerült megállítani, Daniel már nagyon bent van Lerakon, de Norti végül a frag. Jib továbbra is küzd az életéért, próbál életben maradni és időt nyerni csapatásának, de Side-ot lefülelik átúról, ő is a túlvilágra kerül. 3v3-ban lekerül a Spike. HP-kat nézve ez most kedvez a BL-nek, de ez elég hamar változott, főleg itt, hogy Wilson Fire elhullik, de Chipton megint jó válasz, megint triplázni tudta végül. Balázs állítja meg az álmokodásba, Kelo marad 1v2-ben, de úgy tűnik, hogy nem hátrál meg, ezt meg fogja próbálni. Nagyon gyorsnak kell lenni. Pont ott van vele szemben. Develop játékos, talán. De kegyre inkább fogy az idő, most kellene egy frag, meg kell még egy, de az gyönyörűen oldotta meg Daniel. Így is megvan a frag, 1v1, muszáj most már kockáztatni. Nagyon jól húzza az időt, egész egyszerűen az élet maradt level játékos, abból már nem lesz defuse. Meg tudod megnekülni időben. Ó, hajú, az aztán nagyon közel volt. Hát vagy nagy a tüdeje és sikerült visszafújni. Vagy csak nagyon jól számolta ki a távolságot, a viccet félretéve egyébként a körvereség ellenére szerintem egy szépen megoldott 1v2 volt. Nyilván ez egy fájó pont, hogy
már nem volt elég idő felszedni a Spike-ot, a fregeket begyűjtötte, ezáltal ugye elvett a fegyvereket a túloldalról, újra kell vásárolni azokat, tehát mindent latba véve azért nemes próbálkozás volt. A Cypher ultinál kicsit azt éreztem, hogy túl sokat hezitált, ugye nem akarta elépni, hogy körbefusson, mert akkor megindul egy végtelen fogócska, de próbált ráosonni, és aztán ellépte, aztán mégis fogócska belőle. Kicsit a, ugye ez meg kicsit a hezitálás lett a veszte az 1v2-es próbálkozásnak, amivel túl sok időt veszítette el végül. Igen. A levele pedig zseniesen játszotta ki a lapjait, ott 2v1-ben nem vállalták föl inkább a harcot, hiába voltak emberfölényben, inkább úgy voltak vele, hogy járjon le az idő minél tovább, úgysem őket szorongatja. És hát végül is valóban egyedül maradt ott Kelo bombával, de egész egyszerűen annyira jól oldott azt meg a level up. Pár kérdés az, hogy így az öt elvesztett fegyver, hát mondjuk elnézve így a bankjukat, annyira nem annyira nagy érvágás, de ez egy fél siker, vagy egy negyed siker lehet akár a B-nek. Az ő lóda, hogy sem az igazi. Kíváncsian várom, hogy az alatt, az időkérés alatt mit tudtak megbeszélni. De tegnap a Wide ellen pont egy időkérés után egy zseniális kört hoztak össze igaz akkor támadóként. Vajon abból mit látunk vissza? Jaj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 
Lulutnak sikerül találni a Darden, de mindössze kevés, ő is elhúlik, majd pedig Jim követi. És volt már ki még idején a Sheriff-fel, de végül neki sem jut a jóból, Zahid pedig fegyvertöltés közben hullik el. Ez egy ellentmondás, nem tűrő anti-echo volt, hiába volt kvázi bestekkelve ez az állerakó most a BL részéről, ez most kevésnek bizonyult. 5-2-re elmegy a level up, és bár én a mérkőzés elején egyébként ugye azzal próbáltam érvelni, hogy szerintem majd a védekező oldal lesz a kulcsa, hogy az adott csapat hogy tud majd ott teljesíteni. Most végig is azt érzem inkább, hogy egyébként a BL védekezése hogy mondjam, nem rossz, hanem inkább a level up támad nagyon ügyesen szerintem. Én az első körökben picit azt éreztem, mint hogyha a tegnapi teamplay elleni mérkőzés támadó játékát látnám valamilyen szinten vissza, de szerintem még annál is egy picit jobban játszik most a csapat. Most, hogyha az első kettő kört ugyan a B nyerte meg, de utána szépen tudtak változtatni a saját játékukon. És hát igen, ott a B igazából nem is tudom, mely talán egy vagy kettő körrel ezelőtt volt Hello, hogy az 1v2-nél kicsi sok a hezitálás. Hát maradjunk annyi, mert az időkérés nem jött be. Vagy még nem érett meg. Ne felejtsük el, hogy az előző kör az gyakorlatilag echo volt. De hát nem feltétlenül lehet abban egy taktikaival sem elérni. Talán majd most egyébként fegyveresbe ezt egyébként szokták eszközölni, hogy a nem feltétlenül közvetlenül a fegyveres kör előtt kérik ki a taktikait a fegyveres körnek a megbeszélésére. Hát meglátjuk, hogy majd is ül ki ebből a körből. Egy biztos, hogy nagyon-nagyon sok idő elment, bár 0-30-nál járunk. Side-nak egy Joker pozíciója lett, hogyha nem fordulnak be rá. Nem néznek be rá, elengedi az első játék most, jaj! Hatalmas jelenet lehet, és meg is van három Side-nak! Chris szépen, hogy csak válaszolni tudott, Kelo végez Balázsral, Chris pedig kettő játékossal néz Farkasszanat itt a kapuban. Na tessék, hát ha nem is feltétlenül a taktikai időkérésnek köszönhető ez. Side nagyon jól játszotta meg ezt a pozíciót, tökéletes játék, és azt kell mondani, hogy potenciális ott lehetett volna még a negyedik is, de hát így is. Gyönyörű megmozdulás volt. Ez zseniálisan oldotta meg, ott igazából is végül Kelo vállalta magára a maradék kettő freget. Ezzel ugye a B visszajön, ott igazából most a level up-nál éreztem kicsit azt, hogy talán hogyha túl sokáig vártak volna ott az idő, azt hiszem fél perc volt hátra és mindig középen. Volt mind az öt játékos, de itt egész egyszerűen a B védekezése most jobb volt, mint a korábbiabban. Majd látom végül most egy A támadást. Találkozik, level up sport. Ja. Jó lenne ez a szóval ulti, csak senki nem volt, aki ezt támogassa.
Sortman két kicsit bajba kerülhet, de egyelőre lassabban érkezik be a támadás ennél. Side jó pozícióban lehet, kihasználva a Viper falat, meg is van az első flag, el tud ugrani a veszélyből. A Spike itt nem került végül lerakása, de majd második menetben Balázs és Daniel közben elhúz egyet-egyet. Na majd halad mondjára. De még lehet egy plusz ráadás, de nem, végül lekerül. 3-4 alakul ki így level up javára. Megfontolandó szerintem a BL részre egyébként, hogy kimentsék most a fegyvereket. Ha hárman kimentek, akkor a következő körben meg tudnának vásárolni teljesen, de úgy tűnik, hogy nem, nincs megtámadás. Meg is kezdik, kell úgy kezdődik a fregelést, viszont plán jön azonnal a válasz, Sortmankernek már semmi esélye nem volt. 6-3-ra elmegy a level up támadó oldalról. Ez most már az kell, hogy mondjam, kezd egy kicsit túl nagy előny lenni, főleg, hogyha most megnézzük a pénzét a BL-nek. Bizalom gerjesztő még, ez nagyon könnyedén elmet most 2-3-ra is akár. Visszatérvem, hogy az egyik gondolatról, amikor azt mondtad, hogy 3-4-ben volt ugye a B, hogy ott érdemes talán a fegyvereket kimenteni, én még legfeljebb arra gondoltam volna, hogy ha egy freget, ha megpróbálnak akár keveset kockáztatva is, és ez sikerül, akkor még megpróbálni. Hát végül pont az jött be, hogy erre gondoltam, csak hát voltak az egyetlen egy freg. Igazából az egész cselekvés feltételeként volt kitűzve, jött csak össze. Hát valóban kezd egy kicsit nagyobb különbség lenni a level up javára. Úgy néz ki, hogy ők most megtalálták azt a formát, ami szükségesek, vagy ami szükséges egy ilyen mérkőzésen, ha ők szeretnének győztesként kijönni. Képkezzen az Entry Frequency-szel szemben. Előre egyébként csak őt kezd az emberen, hogy most a BR-nek. Wilson Fire jön egy kicsit közelebb a tűzhöz. Ez a pozíció egyébként igen hatásos lehet, ha nem veszik észre, de kicsit kilép, de így is megvan neki a revolverra a fejt, hogy beugrott a jet, a folytatás elmarad, viszont Jeep tud fellépni, továbbra is kettes emberről jön a BL javára. Jeep is érkezik közelebb, bekerüli ellenfelét, most egy kicsit talán mohó volt. Daniel még életben van. Kegyetlen fej, és ott van a negyedik. Észlőhet. Daniel a Jettel 40 HP-val van még mindig életben. Shortman kimarad egyedül 4v2-ből. Nem akarom leírni előre Shortmankinak a lehetőségeit, de azért lássuk be, hogy ez nem túl ígéretes helyzet az ő szemszögéből. Pedig egy 4v2-ből indult. Na de meg tudja menteni, két nagyon gyors fejes kell, de hogyha egyszer kinéznek rá, akkor vége a történetek, és ez is történik. Daniel Ace 10. körben 2v4-ből gyakorlatilag saját kezüleg visszahozta a költ és győzelemre is vitte ezáltal a csapatát. Hát ha eddig nem volt meg a morál just a level up részéről, akkor majd most. Tetszettem, hogyha itt abban az 5 fragben Daniel 3-at, hogy igazából egészen szűk időn belül, 2-3 másodpercen belül tudott elérni. És hát D pedig, hát pont azt mondtad, hogy a level up-nak most ez így mekkora morális boostot adhat. Kezdenek elhúzni, hát akkor most próbálj, fordíts meg a helyzetet. Hogyan tudna innen visszajönni még a B? Hogy mennyire lehet akár így maga alatt a csapat, ha már csak összevetjük a tegnapi mérkőzésükkel a Wild ellen. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én mondom vagyok, hogy talán támadó oldalán egy kicsit meg tudják találni magukat. Kevésbé kötött a lehetőségek tárháza, hiszen ugye támadó oldalról nem vagy bekorlátozva, vagy adott lerakóra be tudtak rohanni akár ötten, és ha megvannak a trédek, akkor még abból lehet kört kovácsolni. De még itt vagyunk az első fél időben, és egyre 4v3-as előny a level up javára. Kijön a Viper ulti is. Nagyon lehetetlen küldetésnek tűnik ez, de Kelu azonnal. Csátszabja, Sort meg nagyon jól érzi, hogy hova kell tartani. Ott, mint hogyha Krisztek átlógott volna a lába. Mint hogy csak egy pillanatra, de lehet. Én halucináltam, de ez nem változtat azon a tényen, hogy Krisztek féli ellenfelét. Kelu is áttör. De azzal a lendülettel el is hullik. 8-3-ra módosul így az állás. Elérkeztek az esvédő utolsó köréhez. Nagyon domináns level up fél időt láthatunk itt támadó oldalról. Lassan eljutunk addig a pontig, hogy a B már abban bízhat, hogy támadóként jóval jobb ezen a pályán, mint védekezőként. Nem tudom, igaz, van egy-két momentum, amikor
még az elképzelés teljesen rendben is lenne szerintem Békés Csabai Egyesületnél, de a kivitelezésbe csúszik talán olykor-olykor hiba. Úgy tűnik, hogy teljes erővel B-t fogják támadni. Szájid! Sniper el tud fejelni egyet. Embert lőtt el, talán egy kicsit túl hamar is érkezett ez a lurk pozíció. Szennaniel azonnal egalizálja az emberek arányát. Kevésnek a sápival túléltek, Kelo itt olyan szorult helyzetbe került, és Balázs tudja végül lefészelni. Side az ultival próbál előre hatolni, de egyelőre még ezt a Viper-t meg kéne várnia, de úgy tűnt, hogy nem vár, viszont a bal oldalán itt van valaki. Gyönyörű a fejeste, jó égkütűvel Side. Hát Krisz nem is tud segíteni a társain, na majd most Ark egy kicsit túl mélyre ugrott a Side, és Krisznek ott lett a második, de ez elmarad. Ajaj, majdben a level up, 2v1 alakul ki, Daniel tud lőni egyet, 1v1 a vége, 30 HP-val az utolsó játékos. Az időnyomás is rajta van a VL játékosán. Nem is tud kijönni az oszlop mögül. Talán most, és nem sikerül a frag. Még a 9-3-as level up előnnyel megyünk a másik fél időre. Pedig most is meg volt az ember előny a B-nél. Egész egyszerűen annyira jól oldja meg az ilyen helyzeteket, amikor leteszi már a spike-ot a level up, és csak védekezni kell, ki kell védekezni azt a 40 másodpercet, vagy akár kevesebbet, hogyha később ér oda az ellenfél, még akár ember hátrányban is, de ezt láthattok igazából tegnap a Teamplay ellen is, hogy nem feltétlenül okozott problémát, hogyha esetleg nem is nekik sikerült. Entry frag. A második fél időben de mit jósolsz, hogy mit vársz? Mire számítasz így ezek után a látottak után? Nyilván kívülről könnyebben mondja ezt az ember, hiszen nem rajtunk van a nyomás, és egy kicsit könnyebben tudunk véleményt alkotni, de szerintem, hogyha itt nincs meg az első biztos kör a BL számára, akkor ez lehet, hogy most már az ő részükről leves. Nem akarok ördögöt festeni a falra, főleg így! Said! Micsoda fejes, már rögtön így az elején, Zaraki és Ortváki gyorsan lemeccselik egymás közt a fregek számát, Kelo is beszáll, lekerül a Spike, 4v2, amit kimondanám, mindenki halára van itt elve most a level up részéről. Krisz marad egyedül, 4 játékossal kell megküzdenie, de halálpontos ívesző a Szovától. Úgy tűnik, hogy nem festettem végig azt az ördögöt, a szarvacskái lemaradtak, és jött a pisztoly BL számára. Második pisztoly körük egyébként, amit megnyertek. Jól emlékszem, az első fél időben is övék lett. Így van, jól emlékeztem. És hát... így ezzel jó kezdik a második fél időt, hogyha ezt a lendületet kellene talán megtartani. Szó szerint meg átvitt értelemben is egyébként. Viszonylag egész hamar be tudtak jutni lerakóra. Teljesen üres az A. Azt most igen, nézem, most nézem én is. Én is meg vagyok szeppenve, hogy... szerintem még a... mégis csak a játékosok is... teljesen... sokat voltak, hogy minden pozíciót letisztáltak természetesen. Bár elég hamar... kiderültett számukra is azért, hogy behoztak kelve a pályán másik szeglete esetleg. Tehát így egy 5v5-ték veszi kezdetét. Száid egy kicsit elaludt, ajaj, ebből még baj is lehet. Zaraki végül leullik. Danielre jó a vakító. Krisznek sincs túl könnyű dolga. Balázs hogy tud szépíteni, de ez inkább most már fegyverek elvételéről szól, hiszen az idő is nagyon fogytán. Balázsnak ott van most már a második pisztolya. Abszolút nem rossz így se ez az Echo, én azt kell, hogy mondjam. Kelo viszont rövidre zárja itt a végét. Lába. De ő is belehal még egyébként a Spike robbanásba. Hát az Echo részéről egy kiváló teljesítmény megint csak. Hát így lehet az első fegyveres körnél azonnal visszavenni a fél időn belülő vezetést. Nem mondanám, hogy teljesen, mert nyilván most még 4-körös előny van, így is van a level up-nál. De hogyha ezt a kört most meggyeri a level up, akkor gyakorlatilag a BL-nek kellene majd utána elkóznia. Ilyenkor azért... Nárok, hogy bot még a szabad vágtad, ilyenkor azért kijön a fegyverek elvételének a hatása.
Így van. Nagyon jól össze kell rakni ezt a körét most a B-nek. Mert most oké, okay, megnyerték, amivel igazából a körhátrányokat le tudták faragni, de azért mégiscsak vészes ott a level up neve mellett az a 9-esek, és az ő szempontjukból értve a vészest. És igazából Zarak is kezdi. Terzi az entry-frag-et, majd a kisebb adok kapok. De 3v3 alakul ki a végén. És gyönyörű lehet akár a forgás is, bár itt van Balázs. Egy frag meg is van. Ott van a második is. Sortnak ki két életerővel, de sikerül végül. Le is mehet akár a spike, hogyha elég gyors. Helyzetet tekintve már ezt felgyőzelem 1v3-ból. Így már. Tartott. Igen. Igen, pont azon gondolkodtam, hogy oké, lett van ideje lerakni a spike-ot, de azzal a kettő életerejével vajon van lesz még ideje elbújni is, hogy egy kb. Már ahogy észreveszik, már meg is hal. Hát nem sikerült neki. Ezzel 10-5 a level up-nak, és hát valóban nem az igazi a kassa a B-nél. Ráadásul még a körarány tekintve sincsenek túlságosan jó helyzetben. Nagyon-nagyon kellemetlen helyzet most ez a számukra, hát itt ahogy látható itt a scoreboardon azért érkezni fog egy echo kör. A következő körben majd tudnak vásárolni. Nehéz, itt tényleg most már minden egyes kör számít, mert ha csak papírformát követjük, ez nincs meg, az már 11-5-ös állás jelenten a level up-nak. És utána még egy fegyveres körük van hibázni, utána megint csak nem tudnak vásárolni, tehát felvázolva a legrosszabb szenáriót a BL szemszögéből, akkor következő körön minden áll vagy bukhat. Nem úgy néz ki. De, hogyha 5v5-ben lekerül Echo körben a Spike, az nem egy rossz kiindulási pont. Megint ugyanaz a helyzet, mint egy pár körrel ezelőtt, hogy teljesen üres volt az egész szájt. Jó, mondjuk most kevésbé. Inkább a védekező, vagy a támadó csapat miatt. De az arra, aki ott van, rögtön a válasz egy entry frag. 4v4. Side meg kell közben. Echo körhöz képest egyébként egészen jó. Kettő egyben a V. Ez mondod, hogy az életben. Hát ez csodálatos. De jó ég, hát ez mi? Hogy fordulhat ilyen elő? Kérem szépen. Level up-nak a térképéről levágták az állerakút, vagy mi történt itt? Hát magyarázatot követelek erre a körre. A BL-nek pedig emelem kalapom, mert amennyire csak lehetett, visszaéltek a lehetőséggel. Itt ez másodjára fordult elő, hogy így 5v5-ben tehették le Spike-ot ára, mondjuk most így... Most meg odáig jutottunk el, hogy 4-en is ott vannak a level up játékosai közül. És lehet, hogy le is támadják itt a játékosait. Egészen komoly tűzpárbaj alakul ki, aminek a végén utána már 4v2-ben a támadó csapat, sőt mire befejezem már 4v1. És elég messze van ráadásul Chris. Még egyedülre nem mernek abban bemenni. Jó játékosok, csak most addigra már át is ért a Viper. Ezt majdnem megkapta az ajtónyitásért járó bónuszt. Jézus Mária szájét. Nincs kegyelem. És fejezd be a kört. 10-7-re visszamászka be. És érdekes mód, amennyire magabiztosan és hatékonyan támadott a level up, most a védelmüket annyira látom zavartnak és tétesőnek. Tehát ha itt megnézzük, azért a felejtsük el, hogy 9-3-mal fordult a két csapat. Bár ez a 10-7 egyáltalán nem tűnik vészesnek. Erikám, annyit mondanék, hogyha megismétlődik a tegnapi T-Plague level up mérkőzés forgatókönyveit, az valami igazi kuriózumnak fog számítani. Hát attól még messze vagyunk. Ja, amikor 10-1-ről fordított 11-10-re a T-Plague. Ez egy 1v1 lehet, Side illetve Dániel között, de végül el lett napolva. Ez egyébként megint üres a zálerakó.
Hát nagyon jól oldotta meg igazából a biót. Igazából egy ember harcolott 3-4 level-up játékossal, miközben szinte üresen mehettek be a többiek. Nem igaz. Időjátékosok csak igazából most érnek át érdemben. Hűja. Ez így nagyon-nagyon lassú ríték lesz. Igen. Még bőven van idő, de ha ez nem indul meg rövidesen, akkor meg kell gondolni egyáltalán, hogy lehet-e menteni a fegyvert. Hát ez itt teljesen vérszegény, egyesével hullanak el, semmi koncepció nincs most ebben a ritékben. Nem vélek felfedezni potenciális esélyt a körgyőzelemre. Még azért két fegyvert sikerült elvenni, de itt most semmiféle koordináció nem volt a játékosok között. Mm. Mondjuk Sainz-t. Kétségtelen. Kétségtelen. Egyébként a pozitív hullámokon lovagolva és azokon megmaradva egyébként való igaz, hogy inkább olyan játékosait kellene kiemelni ebből, hogy ennyire lehetetlen helyzetet alkottak az ellenfél számára. Tehát, hogy úgy tűnt, hogy B-re fognak bemenni, aztán igazából egyetlen egy B-játékos harcolt ott 3-4 level up játékos, aztán mire már leesett nekik ott a helyzet, addigra már nem volt a spike, és aztán... Jó, az elképzelés is tetszett egyébként, hogy próbálták körbevenni a teljes lerakót és úgy támadni, de hát a kivitelezés túlságosan lassú volt, addigra már az időbeli szintek kifogytak, és már sietetni kellett a forgatókönyvet. 10-8, hát amennyire nagy arányban vezetett itt a levelep, jó szoros lett itt az állás. A továbbra is náluk az előny, de ez már nem olyan magabiztos, mint az előbbi. Abszolút. Pélyesen egyetértek. Ezt a kört még le kell nyelnie a level up-nak, de már félbe szólom el magam. Láttuk már, hogy az előbb is a BL hogy nyert kört, amikor elvileg EQ körben egészen esélytelenek kellettek volna, hogy legyenek. Hogy mondjam, hogy nincs itt most egyáltalán lehetetlen. Jajjajjaj! Ugranak vissza űzharcból, és nagyon jól reagál. Nézd meg a B-et, azonnal levágta, hogy mi a szituáció. Viper már van előre B-re, közben pedig Jib mészárszéket alakított ki itt. Támadó oldali kezdőn, de végül azért vele is elbántak. Összességében így 3-4 alakul. Chris megnyeri ezt a párharcot, nagyon-nagyon fontos ez így. 3-3-ban meg lehet ezt még akár próbálni. Vagy csak emelt fővel, két kimentett fegyverrel lehet távozni. Jézusom, Chris, mit csinál? Balon keresztül fejele ki Kellót, akinek szerintem derült égből. Menj! Na aztán Said! Jézusom, Said közben még duplázik. Ez így már 1v2 Balázsnak. Az első megvan, 1v1. De nem találja még az ember se, nem, hogy ebből még defuse, hát erre nincsen idő. Fek, sikerül neki így is. Vajon meg tud menekülni? Nem. Senki nem élte túl ezt a kört. Viszont a B egyébként megint ugyanazt csináltam, mint egy vagy két körrel ezelőtt. Csak most pont fordítva, hogy most pont az állerakon tartotta fent szinte a teljes ellenfelet ott. A Jeep, hogyha jól emlékszem, volt ott egyedül, miközben másik négy csapattárs egészen, nem is azt mondom, hogy simán, de nagyon könnyedén mehetett át B-re forgatni. Mondjuk így még így is sikerült rendkívül szorossá tenni a történéseket a level up-nak. Most viszont az egyenlítésért támad Békés Csabai Egyesület. Hűha, és nagyon gyors B-rással érkeznek. Sniper lövést egyelőre találat nélkül túlélték. Norti felel most a utility-ért, Said pedig próbál beugrani a jettel. Hátul lebukik az ellenfél, de végül egyébként Viper végez vele. Az Araki érkezik középről, nagyon gyors dupla entry után le is kerül a spike. Kelo elveszíti a páraszt az Araki ellen. És látható, hogy egyébként három különböző pozícióból érkeznek a ritékre, de most ketten már összesítették az erejüket. Jeep mehet akár mögéjük, de úgy tűnik, hogy így is inkább visszafordul. 3v3-ban zajlik tovább itt a kör. Balázs kijön az ulti, jó helyre mennek, egy kicsit eltudja terén az ellenfelek
figyelmét, aki tudja őket ugrasztani a bokorból. Egy-egyes tréd után Zain rá próbál információt szerezni. Falon át keresztül kapja, Chris marad egyedül a hatodik kié után, de végül Zain nem hibázza el a sniper lövés. 10-10, kiegyenlít a B1 végtelenül nagy hátrányból. Elképesztő 7 kört nyertek eddig a második fél időben. Egyetlen egyet tudott hozni a level up. 10-10 az állás. Tényleg egyelőre a tegnapi összecsapás jöhet itt most föl emlékként. Ugye aki esetleg egy team play ellenire emlékszik level up-nál. A team play versus level up összecsapásra. Hát azért megmondom az őszintét, ahogy játszott itt most level up e-sport első fél időben, úristen, szájt közve Dániellel szemben. Tehát ahogy játszott az első fél időben, én nem számítottam rá, hogy most így megint ekkora pálfordulás lesz teljesítmény tekintve. Én sem. És inkább fordulat. Én sem, és egy kicsit kirajzolódott egyébként végül mégiscsak az, hogy nagyjából mégiscsak inkább a védekező oldalon múlik. Mind a két csapat nagyon jó támadó oldalon, úgy gondolom. De majd erre visszatértünk talán kör végén. Bejönnek a sheriff találatok, a kettő fejes behullott. 3-3-ban mehet így tovább, viszont Norti itt tölt, és közben hullik el. Szerint neki kell pozícionálni a nyílt térre, és Chris húzza el a figyelmet. Pásra bent van lerakulni, Zaraki hihetetlen nagyot fejel. Pike egyelőre még esélyt, hogy lekerüljön, lekerül a Defender Killjoy, egyedül maradt Kelo, ki kell hátrálni a Killjoy miatt, a Spike bent van, akkor Jézus Mária, a jövő hetet is rádobja a Viper. Azt a mindenit, de jól visszajött ebbe a level up, ebbe a körbe. Egészen elképesztő, mit művelnek ezekkel a sheriffekkel, de még messze nincs vége ennek a körnek. Kellónak 1v2-t kellene hoznia. Eléggé távol van egymástól a két játékos. Kelo jó irányba kacsingat, nagyon sok volt itt az időzítés, és be is kerülik. Chris lövi oldalba, megtörik a jég. 11-10-zel újra átveszi a vezetést a level up. Ezen a körön éreztem egyébként egyik legjobban, hogy ezt megnyeri a B. De nem tudom, de szinte semmiből tudott egy olyan, nem is tudom, teljesítményt előhúzni itt most a level up, amivel visszavették rögtön a vezetést, hiába egyenlítettek idézőben, persze a hiába szólt a B, mert még mérkőzés végétől messze vagyunk. De ez talán a lendületét is megtörheti itt most a támadó csapatnak. Hát ennél kíváncsiban nem vártam meg mérkőzés folytatást, megmondom az őszintét. Viszont megkaptuk azokat az izgalmakat, amiket vártunk, vagy hát reméltünk. Ilyenkor mindig, hogy melyik a helyesebb szó, azt mindenki döntse el magának, de gyakorlatilag azért mi erre számítottunk nagyjából itt a felvezető beszélgetés során, és kiegyenlített mérkőzés lesz. Jobban szeretem azokat a kiegyenlített mérkőzéseket, amikor a fél időn belül is szoros a menet. De így is megvan az az izgalom, hogy vajon képes lesz-e a hátrányból induló csapat feltörni, és egy comeback keretein belül kiegyenlíteni az erőviszonyokat. Hogy ott a csatán is olvasható volt, egyébként a technikai szünet úgy tűnik, hogy egészen gyorsan megoldódott, úgyhogy már is foghatunk tovább itt a mérkőzésre. Nem tartott sokáig ez a kényszer szünet. Na nézzük, mit tud hozni. Meg tudja nyerni ezt a kört a B. Muszáj nekik húzza a B egyszerre kettőt. Wow, ez így nagyon nehéz lesz. Be is vannak most már szorulva a VL játékosok. Ketten lebuktak már itt középen. Chrissy mögéig tud akár férkőzni, de itt ez még érdekes lehet sortnak. Jézus, mi ez a dupla? Haló, tessék! Atyavilág! 2v3. Side 0-os a jette, és már az ultia is. Nem, az ultia még megvan, bocsánat, félre néztem egy picit, de társra elhullik. És most az ő története is véget ér. Azt a mindenit pedig micsoda fordulópont lehetett volna ezzel a duplával, és szerencsétlenségére Shortmankinak jött még egy harmadik játékos is, csak másik irányból. Hát így viszont biztosan volt, hogy legalább egy pontot biztosan szerez a level up.
már ezen a mérkőzésen. Hogy esetleg tudnak-e további kettőt hozzátenni. Kettő meszpontjuk van így ezzel. És így viszont a B lehet, hogy úgymond... Csak így, hogy mondjam, kicsit belezavarodtam ebben a mondatba, tehát hogy visszajöttek egy egészen komoly körhátrányból, nem is tudom, így 4 vagy 5 vagy 6 kör mínuszban is álltak már. Volt ott döntetlen állás, lehet, hogy még ennek ellenére is elveszítik a mérkőzést. Most próbálnak egy gyors támadásra jönni, és mégis a Sorpánkinek az Entryfrag Daniel-től ott a válasz vissza. 4-4. Most már Wilson Fire vagy a Daniel. 4-3 B szempontjából. És kerül le a Spike. Bent is van. Teljesen jó esélyeként, most itt a BE, de igazából a level-upnak sem esélytelen ez a 3-4. Egész közel vannak a játékok egymáshoz, hogy zarakja ebbe a pillanatba, reúlik, jaj de jó, mi ez a 3-as? Nortitól, a semmiből, 2v4-ből, 1v2, Norti tripla, 2 másodpercen belül bőségesen, és megszerzi a negyedik kapot, megnyerje a kört, a level-up, és ezzel együtt a pályát is. Azt a mindenét! Micsoda lezárás ennek a mérkőzésnek. Az az előbb volt ott kettő, igazából egy vagy két lövés alatt összegyűjtött double frag, most így Nortitól ezzel a triplával föltette szerintem a pontot az íre. És igazából egy gyönyörű győzelmet aratott a levelep. A második emlékezetes három pontja ez már a csapatnak. Egyértelműen szerintem a forduló egyik legnagyobb nyertesei lehetnek, így kettő meccsből kettő győzelemmel. Spray. Egyelőre még szájról olvasni nem tudunk sajnos, úgyhogy próbáltam kérlek, hölgyés meg a dolgunkat. Köszönöm szépen, srácok, itt a segítséget. Hát, Jézusom, mik voltak ezek a hármasok itt a végén, Spray, csak itt tudom ezt lereagálni tényleg. Tehát, sikerült lecsukni, úgymond, hogy becsukni ezt a mérkőzést, de azért itt 10-5-re is volt egy előny, ami majdnem vissza lett bukva. Valahogyan végül a molekula összeállt a végére, és rögtön 13-10-es egy győzelem. Pedig már láttam magam előtt, hogy akkor most lesz egy 12-11, és az a 12-12 megint benne volt picit a döntetlen szaga, főleg, hogy itt azért 4v3 volt az utolsó körben, tehát egy pillanatra úgy éreztem, hogy akkor egyetlen egy dolog táncoltott benne, nagyon egy helyen volt mind a három játékos, beszorultak egyszerűen a plan mögé, és aztán ez a line-up is egy gyors hármas végül eltemette őket. Egyébként az volt a zseniális abban a szituációban, mert persze line-up-olva volt a három játékos, de előtte kimentek a utility-k, amivel egy kicsit gyakorlatilag be tudta terelni egyébként oda, még nem is volt, tudod, ez a 100 lépés előre megtervezve, hogy majd oda szépen hárman beállnak egymás mögé, elő volt készítve a szituációra, hogy meg legyen ez a riték, zseniális egyéni performance itt az utolsó kritikus körben. Mi volt nektek a highlight of the game? Az ace? Vagy inkább ezek az utolsó körös hármasok, négyesek? Ha jelenetet néznénk, akkor én azt mondom, hogy az utolsó kör Nortitól, az összességében négyessel. Ha így sorsfordító kört, akkor azt, amikor Echo körben a BL-be tudott menni, és 5v5-ben lerakták a Spike-ot üres lerakón. Tehát annak sose kellett volna megtörténni, és abból kört nyertek, és abból tudtak egyébként utána tovább építkezni, hogy visszahozzák ilyen szorosra a végét. Mert ha az ott nincs meg, még egy fegyveres kör, és lehet, hogy vége a történetnek. Lehetett volna mondjuk egy 13-5-ünk, igen, hogyha az a kör nincs meg, ehhez képest ez meg volt egy kis comeback match, egyetértesz ezzel? Én még legfeljebb azt tenném még hozzá, egyetértek egyébként, amit itt Speed mondott, én még ez annyival egészíteném ki a listát, hogy az a kettő támadás, amikor először áll majd a B-n, egyetlen egy B-játékos, gyakorlatilag 1v3-ban, 1v4-ben, hogy tartotta fel a level up e-sportnak a játékosait is, közben a többi négy csapattárs meg legfeljebb egyetlen egy ellenféle szemben mehetett a másik lerakóra, és végül sikerült is letenni a Spike-ot. Csodálatos mérkőzés volt. Az eredmény is ezt igazolja, hiszen 23 körben dőlt ez a találkozó, ami már mindenképpen egy szoros mérkőzésnek nevezhető, tehát végül a 6. fordulós mérkőzést így a Level Up eSport tudja be a hátam mögé, hiszen ez egy, hogy mondtuk, már elhalasztott meccs volt a mai napra, 8. fordulót majd folytatjuk, de mielőtt még itt folytatásba mennénk át, lesz egy interjúnk, ahogy megértük már a rövidített nap miatt, érkezett tehát egy újabb Level Up eSport interjú. Nem tudom, belehallgattás lesz, hogy a adásba, de volt egy kellemetlen kérdés, akkor megkérdeztem, mennyit pracolja jut a csapat, kaptam olyan hideg választ, hogy szinte sem ennyit. Ahhoz képest az egy nagyon
hangban és összpontosított ez az egész level up, ahogy szerintem működik. Nem csak egyéni skillre épül, az is megvan, de szerintem a csapatjáték is nagyon jó. Néha láttam ott a bal alsarokban, hogy I need help, tehát jöttek ezek a kommunikációk, hogy pingelték, hogy I need help, meg hogy CNM jön, meg ilyesmik, tehát azért láttam itt a voice line-okra, és azért feltettek egy kisebb hangsúlyt, de azért működik ez a level up szerintem, nem? Tehát így abszolút lehet esélyük el a top 4-re, ha így nézzük. Igen, mondjuk azért szerintem egy kicsit kijött a védekező oldalon, hogy a csapat kohézió még nem volt annyira rendben, a támadás szerintem prima volt. A védekező oldalon ott azért tényleg itt a lerakók letartásával, ritékekkel azért szerintem ott volt még fejleszthető dolog, de nagyon ígéretes, nagyon tényleg most már kezd kirajzolódni szerintem egyébként nagyjából a sorrend a tabellán, de még azért messze vagyunk attól, hogy messze menő következtetésre vagyunk, de egyetértek abban, hogy szerintem a level up esélyes lehet itt a top 4-re is. Abszolút, hát még bekonfiguráljuk úgymond itt a kommunikációs szobát, illetve a kamerát is az interjúantól, addig elugrunk pár percre, ahogy mondtuk, érkezik akkor az interjú a level up játékosával, és aztán pedig folytatjuk az estét a 8. fordulós mérkőzésekkel. Kitalálod és belevágsz és végigcsinálod. Akár online is. Ez kell a kiváló teljesítményhez. A Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság támogatója a KNTH. Dönts okosan, KNTH, az innovatív bank és biztosító. Vásárolj most Xbox Game Pass Ultimate tagságot a konzolvilágnál. Játsz több mint 100 játékkal, és fedezd fel a következő kedvencedet. Like the rhythm in the street, my body grooving from my head to my feet. Just feel the beat. Lépést tartunk élete ritmusával. Az NKM-ből MVM lett. Vállalataink szakértelmének összehangolásával most még jobb szolgáltatásokat nyújtunk. MVM. Otthonunk energiája.